Már lassacskán hatodik alkalommal közmunkás, és ugye az előadásomnak a témája az, hogy a közfoglalkoztatás az hogyan kapcsolódik össze a hajléktalansággal. Most ebben a két legfőbb kapcsolódási pont az, hogy egyre több hajléktalan ember kerül be a közfoglalkoztatásba, a másik pedig az, hogy egyre több közfoglalkoztató válik hajléktalanná. És az ide vezető problémák ugye arról szólnak, hogy csökkent a közfoglalkoztatási bér, illetve a foglalkoztatás helyettesítő támogatás, ami ugye most már 22.800 forint. Ugye itt lakásrezsi fizetési problémák merülnek fel ilyenkor az emberben. Mert ugye a 22.800 forintból lakásrezsit is fizetni, megélni, tisztálkodni, ezt mindannyian nagyon tudjuk jó, hogy ez fizikai képtelenség, ugyanúgy, mint az 50.600 forintos közfoglalkoztatotti minimál bérből. Tehát így nőtt a lakás elvesztésének az esélye is egy még jelenleg szociális bérlakásban élő személynek. És hát ugye így akkor jönnek a közmű tartozások, mert ugye az ember próbál úgy célnált, most az egyik hónapban kifizettem a lakbért, a másik hónapban mondjuk egy villanyszámlát, a harmadik hónapban egy gázszámlát, mert egyszerre mind a hármat nem fogja tudni sajnos kifizetni, tehát halmozódik a hátraért. Ugye az önkormányzati bérlakásoknál most már tavaly előtt óta van egy olyan törvény, hogy most már nem csak a lakbér hátraéknak a összege, vagy a hosszabb idejű tartozása miatt mondhatja fel az önkormányzat a lakásbérleti szerződést, hanem közüzemi díjtartozás miatt is. Tehát, hogyha van egy 80-100 ezer forintos gáz vagy villanyszámla tartozása, mondom, hogy jöhetnek, hogy na, itt a határozat 30 napon belül ütse ki a lakást, és beköltözhető állapotba adja le. De akkor ehhez tartozik hozzá azt, hogy akkor az embereknek ugye onnantól kezdve elkezd leépülni az egészségi, meg a szellemi állapota, nem lesz lehetőség a tisztálkodása, mert még onnantól kezdve, hogy hajléktalanná válik, ugye akkor még az is egy idő, mire legalább egy fapados hajléktalan szállóra be tud kerülni, mert nincs valami olyan rokon vagy családtag, aki úgy esetleg be tudja fogadni. És ugye akkor ehhez kapcsolódóan még a közfoglalkoztatásnál ugye vannak olyan problémák, amikor az embernek ugye elvárják munkahelyen, hogy tisztán ápoltam, hogy minden rendes munkahelyen tessék megjelenni, de nem adnak munkaruhát, vagy csak egy váltás munkaruhát, de viszont azért minden nap tisztán ápoltam jelenne meg az ember, mert jó, mondjuk még esetleg a fürdés megoldja valamelyik nappali melegedőn, ami még 3 óra után nyitva van és elmegy oda zuhanyozni, de viszont tiszta ruhája nincs, mert például egy vöröskeresztes nappali melegedőben csak 2 hetente egyszer lehet ruhát mosni. Akkor addig miből vesz fel tiszta ruhát az ember felnyelő, itt a kérdés. Akkor ott, ahol nem adnak munkaruhát, ugye ott az embernek még a saját 50 ezer forintos fizetéséből kell megvenni saját magának a munkaruháját, meg a cipőjét, és nem kérhet róla áfás számát, hogy ezt a cég kérítse neki vissza. Még a másik az, hogy a hajléktalan embereknek a közmunkaprogramba való bevonása, hogy nem megfelelő az üzemorvosi alkalmassági vizsgálatnak. Olyan embereket felvesznek közfoglalkoztatásba hajléktalan emberek közül, akik valamilyen olyan egészségügyi problémával szenvednek, hogy egyszerűen fizikai munkavégzésre alkalmatlan. Ugyanis az üzemorvos először is meg sem nézi a kórházi zárójelentéseket. Kettő, ugye, hogy kormány nyomás van rajta, hogy csökkentsék a munkanélkülieknek a létszámát, ugye a hajléktalan embereket is elkezdik beintegrálni a közmunkaprogramba. Ha kez a lába működik, akkor attól függetlenül mehet nyugodtan utcát söpörni, mert az a baj, hogy a közfoglalkoztatásban csak ez a két dolog van, hogy utcasöpés vagy parkfenntartás. És ugye ezáltal ugye ezeket az embereket hozzák olyan problémába, akinek már eleve úgyis elég sok gondja baja van azzal, hogy hajléktalan, meg megromlott az egészség állapot, és így még nehezebb helyzetbe hozzák őket. És ugye így a közfoglalkoztatásnak ugye az lenne az elsődleges célja, hogy visszajutassa az embereket a elsődleges munkaerőpiacra, legalább szajkózza ezt a kormány. De viszont ugyanakkor nem, hogy elősegíti ezt a folyamatot, hanem pontosan azzal gátolja, hogy olyan munkaidőbeosztásokat teremtenek az embereknek, hogy nem tud elmenni egy állásinterjúra, mert nem biztosítják hozzá kellő szabadságot.
és lecsökkentik az emberek magába az alapszabadságát, ugye a tápanyagos betegállományos napok számát is most már csak azok, annak arányába állapítják meg, hogy ahány napot dolgozott az illető, annyi nap betegállományban mehet el, de abból is csak az első 15 napot fizeti a munkáltató, és a többit meg majd a társadalombiztosítási igazgatóság. Tehát így ott tartunk, hogy azoknak jelentenek ezek a dolgok többet terhet, akiknek már a legkevesebb megélhetési esélyük van. Ugye, és ráadásul a munkáltatók ugye nem toleránsak a beteg emberekkel, meg a szenvedélybeteg emberekkel szembe. Tehát, hogyha most van egy fizikailag legyengült ember, aki mondjuk nem tud napi 8 órában egy utcát, vagy egy 6 hektáros parkot egyedül egy szám magában karban tartani, akkor a munkáltató ugye nem megfelelő munkavégzésre egy oldalú szerződésbontás keretében felmondja a szerződését, ezt ugye lejelenti a munkaügyi központnak, önkormányzat szociális hivatalának, onnantól kezdve az illetőt törölték a rendszerből. 15 hónapig nem kap egy fillér ellátást. Hát onnantól kezdve, hogy a munkaügyi központból kitörölték, ott 3 hónap múlva mehet visszaregisztráltatni magát, és onnan 12 hónapig együtt kell működni a munkaügyi központtal, mire újra kaphatja a 22.800 forintet. Magyarul semmilyen ellátásra nem jogosult 15 hónapig. Most ez egy fizetős hajléktalan szállón is, ugye azt jelenti, hogy akkor, ha szerencséje van, akkor átteszik egy ilyen nem fizetős fapados szállóra, ha meg nincs, akkor mehet az utcára, mert még a fapados szállón sincs hely, és nem tudják hova tenni. Tehát így azokat zárják ki, akiknek a legnagyobb szüksége lenne a segítségre és a támogatásra. A közfoglalkoztatás tömegessé válása az még megnyilvánul egy olyan dologban is, hogy ugye a 2014-es számú közfoglalkoztatási rendelet értelmében ugye egyre több hajléktalan embert kell bevonni, illetve az egyébnél hosszabb ideje tartósan munkanélkül személyeket, és most már ehhez kapcsolódik az, hogy a 2014-es kormányrendelet kimondja azt is, hogy a külföldi menekülteket is be kell vonni a közfoglalkoztatásba. Tehát éppen ez a közfoglalkoztatás az magában nem érzékeny az egyéni problémákra, nem nyújt segítséget és leterheli az érinteteket a helyet, hogy szakszerű segítséget nyújtanak. Társadalmi befogadás helyett szegregál. Mert például ugye, ha valaki elmegy egy szabadság alatt munkahelyet nézni, viszi magával a kis önéletre, az ott hiába van bármilyen szakmája, lehet akármilyen szépen felöltözve. Igen, lakcímkártyáján az van, hogy lakcím nélküli, vagy az önéletrajzában véletlenül ilyen fejjel beírja azt, hogy jelenleg munkanélküli vagyok, vagy közfoglalkoztatásban dolgozom. Első olvassák az önéletrajzát, már így két kézzel tolják odébb. Csak hozzá se kelljen nyúlni. Akkor azon kívül ugye olyan visszaélések vannak a közfoglalkoztatásban, amivel nehezítik még a hajléktalanok és közmunkások helyzetét, hogy kormányrendelet szól róla, hogy nem lehet kötelezni a dolgozót a bankszámlás kifizetésre. Mert a dolgozó választja meg azt, hogy készpénzbe vagy bankszámlára kéri a fizetését, a munkáltató mégis azt mondja, hogy én nem fogom személyesen pénztárba kifizetni a bérét, hanem bankkártyás kifizetést, ott a törvény kimondja azt is, hogy a dolgozott a bérkifizetés semmilyen többet anyagi teherrel nem sújthatja, tehát ugye itt már akkor van számlás kifizetés, ugye a számlóvezetési díjat leveszik, akkor már nem annyi a fizetés, amennyi. Most ugye a hajléktalan emberek esetében ez meg nagyon nehéz, mert ugye a bankba bemegy egy hajléktalan ember bankszámlát nyitni, tehát lakcím nélküli kártyával azt mondják, hogy hát magának nem tudok számlát nyitni, mert nincs lakcíme. Akkor szerencsétlen ember hogy jut a béréhez? Ha meg esetleg valamelyik bank van olyan humánus, és ad neki egy bankszámlát, de most az a szerencsétlen ember most akár szállón él, akár utcán él. Ugye a szállón is ugye hallottunk már olyan eseteket, hogy az emberek meglopják egymást, ellopja a kártyáját annak a reményében, hogy hátra fel tudja törni rajta a kordot, vagy esetleg szerencsétlen okos ember feledékeny, mert ugye már szellemileg le van egy kicsit épülve, kártya mellett hagyja a pinkódot, és le tudják venni ezt a kevés maradék pénzét rajta, illetve az utcán meg el is hagyhatja ott az utcán. Most ugye azt, hogy egy kártya portlás 8000 forint. Azt egy hajléktalan ember, vagy egy közmunkás, hogy tudná kifizetni, amikor 8000 forintig kap egy új kártyát, meg azt, hogy letiltatja az előzőt, amit elvesztek, vagy elvettem. Na most... akkor közben...
Ugye még a segélyezésnek a szigorúról jogosultsági feltételei, lakókörnyezeti tisztántartása, még aki van abban a szerencsés helyzetben, hogy egyelőre még idézőjelben önkormányzati bérlakásba él. Ugye környezettanulmány címszóval kijöhetnek, benéznek a szekrénybe, a hűtőbe, hogy egyáltalán mi van benne, rendben a szekrénybe, a koszosban nincs elézébe dobálva, a tiszta ruhák közé. Például vidéken, kertes családi házba, vidéki panaszos közmunkás, aki írt hozzánk Facebook meg blog oldalon. Ugye azért vesztette a segélyét, mert kiment hozzá az önkormányzati környezettanulmányos. A kertes háznak a tetején lyukas volt az eresz csatorna, és ezért az nem a elvezető csatornába vezette le a tetőről a vizet, hanem ugye csöpögött le a verandára. Közölték vele, hogy 30 napot kap rá, hogy kijavítassa az eresz csatornán a lyukat. Hát ugye szakembert nem tudott hívni, mert 22.800 forintból ki az, aki egy szakembert meg tud engedni magának számlával egy eresz javításért. Megcsináltatt a családon belül ismerősökkel, hogy megszereztem hozzá az anyagot, eljött a kedves testvére, azt kicserélte neki, szakszerűen összeállította, tehát szóval semmi gond nem volt vele. Jöttek 30 nap múlva ellenőrizni. Láttak, hogy gyönyörű szépen meg van csinálva, és utána jött a tüvegleves. Számlát tud róla mutatni? Nem, hát a testvérem csinálta meg, mert hát ugye nincs pénzem szakemberre, mert honnan tudnék itt még 20-30 ezer forintot kifizetni 22.800 forintot. Kizárták a rendszerből, 15 hónapja ellátás nélkül van. Tehát akkor a másik az, hogy amióta kitalálták ezt, hogy a segélyrendszer ugye közfoglalkoztatáshoz kötött, hogy legalább évente a kötelező 30 napot le kell dolgozni. Igen, hát ez nem mindenkinek sikerül, mert ugye főleg, hogy országos szintű problémával állunk szemben, vidéken ugye van róla egy felmérés, amit még az előző ombudsmanunk vizsgált, hogy sok vidéki települési önkormányzat nincs tisztában azzal, hogyha nem tud megfelelő létszámú közfoglalkoztatást biztosítani a helyében élő munkanélküliek számára, hogy ezt közérdekű önkéntes munkával ki lehet váltani. Azt se tudják, hogy hogy kell önkéntes munkát szervezni, meg hogy egyáltalán van erre lehetőség az önkormányzatok, akkor milyen tájékoztatást kapnak róla. Azon kívül ugye magában a hajléktalanságnak is, meg a közmunkának is ott van a büntető jellege. Ugye a hajléktalanokat üldözik, a rendőr lépkennyomban igazoltatja, kitiltják őket a parkokból, aki utcán él, ugye, de hogyha ugye a szállón is, ugye vannak olyan szállók, hogy reggel azt mondják, hogy tessék kimenni, és este 6 órakor jöhet csak vissza. Ugye napközben szeretné az a szerencsétlen hajléktalan egy kicsit megpihenni valamelyik parkból, hogy egy kicsit el kell szúnyókálni a padon, már jön a közteletfőgyő, vagy a rendőr, és már zavargatják és zavarják el. Na most ugye a közmunkáknak meg a másik az, hogy a büntető jellege az, hogy a belügyminisztérium szervez és a belügyminisztérium felügyelő. Tehát magában az, hogy közmunka meg szociális segélyezési rendszer, az szerintem egy volt régi minisztériumokat kéne helyreállítani, amit úgy hívtak, hogy szociális és munkaügyi minisztérium. Mert szociális és foglalkoztatás politikai kérdésről beszélünk, nem egy bűnöző csoportról beszélünk. És akkor még a hajléktalan embereket, meg a közmunkásokat most már bűnös budapesti kerületekben elkezdik megalázni azzal, 8. kerület, 5. kerület, sorszámozott mellényt kapnak. Mert még arra is lusták, hogy megjegyezzék az embernek a nevét. Ekkor a zöld számmal virít a mellkasán a sorszámmal dolgozónak. Külön meg van sorszámozva a kukája. Tehát az csak véletlenül se azonos azzal, amit a mellényén visel. És fizetésnél még kap egy 3. sorszámot. Mint a rabok a börtönben. Mi ez, ha nem kriminalizálás? Tehát így is éppen egy problémája van az embernek, és akkor még ilyenekkel tetézik. És pontosan azért, tehát így ahelyett, hogy magába a másik szegregálás az, hogyha már vannak Budapesten és meg országszerte, és rengeteg munkaügyi központ van, akkor miért kell a hajléktalanokat szegregálni, tehát úgy, hogy most külön csak egy munkaügyi központ foglalkozik velük Budapesten a Haller utca 6 szám alatt. Önkormányzati szinten ugye a Könyves Kálmán körülti hajléktalan szálló mellett van egy épület, ahol a fővárosi önkormányzatnak van a szociális osztálya, és a hajléktalan csak odafordulhat segélyt kérni.
Tehát még csak véletlenül se legyen együtt látható a többi emberrel, aki még nem hajléktalan, csak munkanélkül és ugyanúgy közfoglalkoztatásban meg a 22.800 forintból él. Hogy akkor miért nem lehetne őket is ugyanúgy, mint ahogy a pályakezdőknek is volt külön munkaügyi központ, most már őket is szétrakták az állandó lakhely szerinti munkaügyi központokhoz. Hogy akkor ott abban a területben, ahol elvesztette a lakhatását, hogy ahhoz a munkaügyi központhoz és önkormányzathoz tartozhasson. Most például, hogy a 11. kerületben vesztette a lakását, az nyugodtan mehetne a 11. kerületi munkaügyi központban, meg az önkormányzathoz, és akkor nem kéne neki átmenni a 8. kerületbe a Könyves Kálmán körútra. Akkor a másik az, hogy a közfoglalkoztatásból, ugye én saját tapasztalatból el tudom mondani azt, hogy nekem van egy 44 éves kolléganőm, amit visszatérek az orvosi vizsgálati alkalmasságnak a felületességére. 6-szor műtötték mind a két lábát a hölgynek. Nem tudja a térből és bokából hajlítani. Így megy. Kirakták a Markusovszki-tére egyedül takarítani. És a Kamara erdei hajléktalan szálló járva a 9. kerület. Hány órakor kell felkelni, hogy reggel fél hétre beérjen? És mert akkor még nincs közlekedése, csak egyedül a volánbusz, és arra még minden nap meg kell venni oda-vissza a jegyet. Mert én ezekből megmondom őszintén, hogy be vagyunk skatujázva, úgy a hajléktalanok, a menekültek, meg a jelenleg még szociális bérlakásban élő emberek ebben a közfoglalkoztatásban, mert mi egy úgymond, én úgy fogalmazom meg, hogy egy államilag támogatott rabszolgát tartó munkarendszerben dolgozunk. Ebből a kiút az csak az lehetne, hogy egy az, hogy a közfoglalkoztatást azt nem csak az önkormányzatok által létrehozott szociális foglalkoztató cégek, vagy maga az önkormányzat, mint foglalkoztató cég lenne az, aki ilyen munkákat adna. Mert például ebbe be lehetne vonni olyan cégeket, mint például állami cégek, magánvállalkozások, stb. De ugye rengeteg munkanélkül van a közmunkások között, hiába mondja a Pintér Sándor belügyminiszter azt, hogy a közmunkások, meg a hajléktalanok alul képzettek, mert ezt én meg tudom cáfolni, mert pont egy borsodegmelegyei felmérésben 10 közmunkásból 9-nek legalább 3 szakmája volt, és egy volt az, akinek még a 8 általános se volt meg. Tehát az, hogy legalább vennék azt a fáradtságot, hogy egy Excel táblázatba tudják azt, hogy kinek mi a szakmája, mert ugye minden önkormányzat meg munkaügyi központ lefénymásolja mindenkinek a bizonyítványát, hogy milyen szakmákkal rendelkezik, meg iskolai végzettségekkel. A saját szakmájában legalább helyezzék már el valahová, hogy legyen egy első, hogy azt mondják, hogy te fiam, most 3 hónapra kiközvetítelek oda közmunkásnak, de viszont legalább, hogyha a munkáltató meg van elégedve a munkáddal, akkor lehet, hogy azt mondod, fiam, most mától kezdve lejárt a szerződésed, és fölveszlek fő alá, hogy meghatározhatom idejű szerződésre rendes fizetése. Ez lenne az egyik út. A másik az, amit szintén sem a állami képzőszervek, mint a turistánképzőintézet, vagy a munkaügyi központok által támogatott különböző szakmai tanfolyam, hogy olyan tanfolyamok, ami piacképes szakmát ad az embernek a kezébe, akinek vagy elavult szakmája van, és már abban a szakmában nem tud elhelyezkedni, vagy nincs szakmája legalább, akkor legyen kitörési lehetősége úgy a hajléktalanságból, mint a közmunkarendszerből. Mert úgy, hogyha már az embernek van egy kis plusz jövedelme, tehát mondjuk nem 50.000 forintért dolgozik, hanem mondjuk dolgozik 100.000 forintért, mondjuk, de még hajléktalan, akkor esetleg tudja azt csinálni, hogy mit egy X éven keresztül még ugye havonta egy 10-20.000 forintot te meg tud engedni magának, hogy félretesz egy bankszámlára, legalább egy önkormányzati bérlakást meg tudna magának pályázni. De viszont erre nem adják meg a lehetőséget, tehát itt ezzel vannak itt a fő problémáim, amit én látok, és a másik az, hogy ugye nincsenek tekintette senkinek a egészségi állapotára, a lelki állapotára, ideg állapotára semmi. De ugyanis még a munkáltató azután, hogy ugye ezeket a fizikailag legyengült embereket ugye éheztetti, mert ugye ha dolgozik, ugye nem tud elmenni mondjuk egy Vöröskeresztes vagy egy bármilyen más szociális ellátási intézményben egy reggelire, egy ebédére, egy uzsonnáért. De ugye ezt a munkája gátolja, sőt, a legtöbb esetben még a munkáltató az ebédidőt se biztosítja, mert hajtják az embert úgy, mint az állat, hogy szó szerint se egy kávéra nem állhat meg, se egy cigit nem állhat meg elszívni,
közérben már, hogyha bemegyünk, ezt mondtam, a két kifütött is felvágott, ahol kegyártán telik el, már azért lehúzzák a napját, ami szintén jogellenes. Mert hogyha már én végig dolgoztam a napomat, akkor nekem senki nem húzza át a jelenlétívemet, hogy ma nem dolgoztam, és beírják, hogy távollét igazolás nélkül. Tehát ugye a munkáltató látja azt, hogy az ember nem tudja ellátni a munkáját. De most nem azzal foglalkozik, most az ember nem azért nem tudja ellátni a munkáját, mert egyáltalán fizikailag, orvosilag alkalmatlan rá. Ő csak azt az egyet látja, hogy nem tudja ellátni a munkáját, fogja, felmondja a szerződését, és onnantól kezdve elveszített az a szerencsétlen ember a segélyét. Ugyanúgy, mint az előbbi esetben, amikor a tetőről beszéltünk, ugye az eres csatornáról. A másik, hogy ugye azt semmilyen munkahelyen nem tolerálják, hogyha az ember valamilyen drogos vagy alkoholos állapotban jelenik meg a munkahelyen, vagy esetleg munkaidőben azt fogyaszt. Hát ugye ott ugyanúgy megvan az, hogy akkor kirúgják az embert, hogyha rajta kapják a drogos állapotán, vagy az alkoholfogyasztáson. Attól még az ember függő marad, csak segély és ellátás nélkül. Most akkor kérdezem én, hogy az ilyen emberekkel ennél jobban, ahelyett, hogy segítséget nyújtana nekik az állam, hogy megkapnák azt a szükséges kezelést, amivel le tudnának szokni a különböző szenvedélyi betegségeikről, illetve hát akkor azokat, akik mentálisan vagy fizikálisan nem alkalmasak semmilyen munkavégzésre, hogy akkor azokat nem kéne beerőltetni a közmunkarendszerbe, mert az egy olyan erős megterhelő rendszer, hogy sokszor látom a saját környezetemben a kollégáim között, hogy amikor még belépett a céghez, még szellemileg egészséges volt, és mire lejárt a szerződés, de már szellemileg annyira megzakkant, hogy már majdnem sugolta azt a határt, hogy pszichiátriai zárkoztáig. Hát én a magam részéről csak ennyit szerettem volna elmondani, és akkor várom a kérdéseket, hogyha van még valakinek kérdése. Nekem nem kérdésem igazából, hogy észrevétel. Nem szóval hasonló helyzetben voltam én sem, hogy üzemolvasi kiskörtök kapcsolatban. Nekem volt egy időszak sajnos, hogy én 207 és 170 között volt a vérnyomása. És ebben az időszakban pont belesett az is, amikor én fölvettek volna egy 9. kerületi a céghez dolgozni. Nyilván nem mindenki tudja, hogy melyikre beszélek. Persze, igen. Az üzemorvos simán felvett úgy, hogy ilyen 207 és 170 közt volt a vérnyomásom, és akkor jelentkeztem a kardiológushoz. Pont azon a napon kaptam időpontot kardiológiára, mikor mennem kellett volna a fűzvédelmi oktatásra. Én kértem a kardiológiát, az igazolást, a cég meg kiléptetett úgy, hogy még a munkaszerződésemet se adta oda. Nem is hagyta, hogy elolvassam, sőt, amikor az üzemorvosi vizsgálat volt, még be is zárt mindenkit a épületbe, azzal a címmel, hogy ők nem érnek rá folyton kiengedni az embereket, mert sietnek. És akkor még csak a kilépő papírjaimat se kaptam meg a munka, hogy azt a rózsaszínű kiskönyvemet se. Hát erre csak annyit tudok válaszolni, hogy mondom, én már ebben az évben, hogyha visszakerülök a közfoglalkoztatásba, 6. éve taposom a feszofét, amiről beszélünk. Ez náluk egy olyan jelenség, hogy eleve már magában munkahogyi osztályon is egyetlen egy állandó stabil alkalmazott van, aki szintén semmit nem ér, mert nem ért a szakmájához. Mellette 5 közmunkás végzi el az irodai adminisztratív munkát szintén. Nem tudják azt, hogy egyáltalán kinek a szerződését hova rakják, meg az STK kiskönyvét. Én például tavaly a kilépésem, amikor a tavalyi szerződésem december 31-én lejárt, ugye már előre 19-én elkezdték készíteni a kilépőpapírjainkat, másfél órán keresztül álltam ott, és 5 ember kereste a rózsaszín STK kiskönyvemet, mire másfél óra múlva megtalálták. A szerződés kötésről meg csak annyit, hogy ugye a belépés, ott előre aláíratják az emberre a szerződést, de úgyhogy meg az igazgató nem nyitta le és nem pecsételte. Másfél hónap múlva kiküldték a szerződésemet a munkahelyre, hogy tessék itt a szerződés, hol törvény szerint másfél hónapig én még be se állhattam volna dolgozni, mert addig, amíg a munkaszerződés a kezemben nincs, addig nem állhatok munkába. Mert külön egy
felügyelet, vagy egy munkahelyi központ ellenőrizni, hogy maga milyen alapon dolgozik itt, és egy munkaszerződést nem tudok felmutatni se én, se a főnökre. Akkor kit büntetnek meg engem, vagy az igazgató? Én elmentem ugye a munkahelyi központhoz elmesélni ezt a dolgot. A munkahelyi központ azt mondta, hogy mutassak valami papírt. Hogy vagy arról, hogy kiléptettek, vagy arról, hogy felvettek. Mondtam nekik, mondom, elnézést, mondom, semmilyen papírt nem kaptam. Azt válaszolta a feszefő, hogy majd kiküldi önöknek. Azt mondja, de ilyen nincs, közelsek lettek volna a papírt, adni mondták a munkahelyi központosok. És akkor bementem oda a Visegrádi utcába, az a munkahelyi felügyelőség, meg ahol leszázalékolási ügyeket is intézik. Én ott voltam, és ott azt mondták, hogy mert mivel föl se vettek, ezért nem áll jogukban semmit se tenni. Igen, és akkor hogy vettek föl, hogyha ott a... Tehát mondjuk fel sem volt érve, akkor eleve, hogy nincs szerződés, akkor nincs mit kiléptetni, nincs kilépő papír sem. Igen. De legalább a róla színezték le, kis könyvet visszaadtatták volna. Kérdezhetek? Én azt szeretném megkérdezni, hogy ezek szerint sorozatos jogsértések következnek be ezekkel az emberekkel. Van-e valamilyen jogsegélyszolgálat, akihez tudnak fordulni, vagy akivel kapcsolatot tudnak tartani, vagy aki segíti önöket? Ha bármilyen közmunkásnak problémája van, az, aki már ismer minket, ugye az a Facebook és a blog oldalunkon megírhatja a problémáit, és azt mi továbbítjuk a két jogászcsoportunknak, ugye akik történetesen a TASZ és a NEKI, hát ugye ez a Társaság a Szabadságjogokért, valamint a Nemzeti és Etikai Kisebbségi Jogvédőiroda. Ott vannak munkajogászaink, akik ezekkel a témakörökkel foglalkoznak ingyenesen. Akkor még csak egy megjegyzésem lenne, kriminalizálják ezeket az embereket. Nekem meg az a véleményem, hogy szisztematikus emberirtás folyik ma Magyarországon. Ezzel viszont egyet értek, mert a lakhatási problémák, meg ez a szándékos bércsökkentések, meg ugye most, ahogy én magamban a 8. és 9. kerületben látom azt, hogy ugye a nagynénem a 8. kerületben lakik itt a Koszorú utcában, én meg a 9. kerületben a Márton utcában, ugye elkezdődtek ezek a tömbrehabilitációk. Ugye a régi bérházakat elkezdjük felújítani. Na most ugye ott is már eleve magában a szegényeknek a kitoloncolása megy, mert ugye amikor felújítanak egy régi bérházat, felajánlják a lakónak, hogy most, hogyha felújították, akkor visszamehet oda, de viszont már azt a pici kis lakását, ami idáig az a komfort nélküli lakás volt, annak a rezsijét se tudta 100%-osan teljesen kifizetni elmaradás nélkül. Ugye, hogyha felújították a lakást, meg komfortosították, magasabb lesz a rezsiköltsége, nem fogja tudni fizetni. Tehát itt a kormány magába arra játszik az önkormányzattal együtt, hogy kitegyük a szegényeket az utcára, elvegyük a lakást, és akkor azt majd piaci alapon jó drága pénzért értékesítjük. A másik meg az, hogyha valaki azt mondja, hogy hát én nem akarok ide visszaköltözni, akkor az önkormányzat mit csinál, hogy megszabaduljon a szegénytől, egy másik kerületbe vesz neki lakást, ugyanabban az értékben, mint amennyi az ő lakásának az ingatlan piaci értéke, és átszegregálja egy másik kerületbe, hogy én lemondok a szegényekről, foglalkozzon meg, szenvedjen vele a másik kerület. És ez megy a 8. 9. kerületbe, ezt most saját szememmel látom nap mint nap. Két kérdésem van, illetve észrevétellel együtt, hogy a hajléktalanoknak a közfoglalkoztatásán, hogy a munkaidőt nem tudja kidolgozni a fizikai állapotából kifolyólag, hogy ez felveti a kérdés, hogy a részmunkaidős foglalkoztatás kezdeményezése ezen a területen, illetve erre a csoportra speciálisan, hogy én ebben látok egy lépés lehetőséget, amennyiben az összes többi, amit elhangzott, ezt lehetővé teszi. Ez az egyik, a másik pedig az, hogy a hajléktalan szállókon, ahogy itt elhangzott, ez gyakorlatilag egy ilyen emberraktár, illetve koncepciózusan az emberi lényegétől fosztja meg az embert, hogy ez viszont a fertőzés veszélyt is magában rejti. Tehát egy dolog az, hogy tüdőszűrés van, esetleg gyakrabbi, mint a
az éves, tehát egy átlagos rendezett körülmények között élő ember, viszont ez az állapot, ez az emberraktár jelleg, ez a pszichés amortizációt, leépülést is erősíti, ami gyakorlatilag együttműködési képtelenséget jelent a munkahelyen, tehát egy ilyenfajta problémát is látok én ebben. A másik meg az, hogy ez a nagyon sűrű és nagy létszámú elhelyezés, a vírusos fertőzés és bakteriális fertőzésnek a folyamatosságát tartja fönt, ami gyakorlatilag a nem kielégítő táplálkozás, tehát nyilván jobb táplálkozásnak kéne lenni, amennyiben az alvás körülményeket, a fertőzés veszély nagyobb, de ugye annál lejjebb van, mint ami minimálisan lenne, de egy alultápláltság pedig fokozza ezt a fertőzésnek az állandósulását. Tehát évszaktól és állapottól függetlenül újra és újra fertőzés. Tehát ez is ellenem mond a foglalkoztató hatóság és a 8 órás fizikai munkának. Hogy felületesen orvosi vizsgálat. Ott semmi más nem kérnek, csak az, hogy vigyen egy tüdőszűrőt a dolgozó, ott elég évente egyszer. Egy foglalkoztató cégnél. Akkor ugye ott azon kívül más semmi nincs, mint kikérdezik az embert, hogy milyen gyerekkori betegségei voltak, milyen műtétjei voltak, volt a családban idegbeteg, elmebajos, stb. Alkoholista, kábítószeres, mennyit iszik, mennyit dohányzik, fogyaszt-e alkoholt, nem fogyaszt-e alkoholt, ennyiből áll egy orvosi vizsgálat. De az, hogy valamilyen fertőző betegsége van-e, hogy májgyulladástól kezdve, vagy akár csak egy bőrfertőzés, mondjuk csak egy rühesség, vagy egy bőrrek, vagy bármi, erre nem terjed ki a vizsgálat. Simán ráírják a papírra, hogy alkalmas, mehet dolgozni. Én olyan egyszerű dologra gondolok, mint egy sima influenza újra és újra. Tehát ez a hasmenéses, hányásos, hidegrázásos volt, azt hiszem idén, és akkor, amikor egy ember esetleg egy ilyen szálló, mint tudom én, 9-12 fő ott van, akkor szépen végigmegy, és ugyanaz a kilincsnek a fogdosása által újra megy az egész. Na. És egy ilyen folyamatos állapot. Tehát nem is tud egy orvosi papírt felmutatni. Én mondok olyat, hogy hajléktalan kollega, 25 éves. Fiatal fiú, drogos, és körbeadták egymásnak a tűt. Hepatitis vírus fertőzés veszélye munkahelyen, és 44-en vagyunk, és ő egyedül drogos. Figyelj majd itt nekem, nem hogy most, csak hogy így figyelj ide is, mert itt egy pár napot próbálkozunk egy ideje. Ki a következő? Ő, és utána én, jó? Ő? Oké. Hello. Nekem csak annyi lenne a kérdésem, hogy vegyük alapulra a hölgyet, aki van a problémája, és neki a kérdés, ami önhöz fűződött, hogy hová fordulhatnak az ilyen esettel a hölgyek, vagy az emberek. Ön mondta, hogy a utcai jogász. Nekem az lenne a kérdésem, hogy ilyen esetekben, ha a probléma merülne föl a hajléktalanoknak a... Na. Az a lényeg, hogy munkaügyi bíróságra el lehetne vinni ezt a például neki az esetét? El lehet vinni, nem csak az utcai jogásznál, mint mondtam, hogy nálunk a csoportnál ugye ott dolgozik a Nemzeti Etikai és Kisebbségi Jogvédőiroda, meg a Társaság a Szabadságjogokért, ez mind a kettő kimondottan ilyen hátrányos helyzetű embereknek a jogvédelmével foglalkozik. Ingyenes jogtanácsa, és nem csak a munkaügyi bíróságra, hanem ha kell, akkor meg a Helsinki Bizottsághoz is elviszik. Én viszont egy jó példát szeretnék mondani, mert például Kispesten a 19. kerületben ott úgy van, hogy a Közpark Kft.-nek van kiadva a közmunkásoknak a foglalkoztatása, és ott én azt hittem, hogy ha én ezt elvállalom, hogy közmunkát kell csinálnom, akkor majd mehetek utcát söpörni, és ott nem így van, hanem óvodákba, iskolákba voltunk mi kiutalva, hogy ott dolgozzunk, és szerintem nekem ez nagyon sokat adott. Mondjuk nem anyagilag, mert anyagilag az nagyon, hát az ugye szokásos volt, de meg még az orvosnál ott
ott az is egész jól működött, bár nem kértek tőlem ilyen orvosi szakvéleményt, meg mindent, de megkérdezték, hogy van-e bármilyen nem említett betegség, vagy ilyesmi, szóval ott megkérdezték legalább. Hát az a ritkának az a baj, de országos szinten ez az átlagos bevett, amit az előbb elmondtam sajnos. Tehát ez csak egy nagyon ritka, mint a fehér holó, hogyha vannak ilyen szerencsés helyzetek, hogy közintézményekbe kiteszik takarítani, konyhára, mondjuk tálalásnál besegíteni ott a gyerekétkeztetésbe, vagy főzni esetleg, ne adj Isten. Vagy például volt olyan csoporttársam, hogy pedagógiai asszisztensként iskolába gyerekeket itt táboroztatni, meg ilyen hasonló dolgok. Tehát szóval vannak ilyen kivételes esetek, de az a baj, hogy ebből van a kevesebb. De a legtöbb helyen az, hogy az embereket mindenhol csak az utcaseprés, vidéken árokkitakarítás, parkfenntartás, és a másik, hogy amit még az előbb elfelejtettem említeni, hogy nekem a közfoglalkoztatással, még főleg a vidéki közfoglalkoztatással az a bajom, amikor az önkormányzat a közfoglalkoztatás szervezője, tehát közvetlenül a polgármester, nincs külön foglalkoztató cég, látszak munka. Az egész faluban 19 főt tudnak foglalkoztatni közmunkán, mert csak annyi emberre van támogatás, hogy éves szinten annyit tud 2x19 főt fölvenni. Az egész faluban annyi a munkalehetőség, van egy 500 méteres vízzel vezető árok a faluban. Azt kell takarítani. 19 embernek az mennyi időbe telne 500 méter árkot megcsinálni? Szerintem, még hogyha nagyon szemetes és ideig járnak a szemétbe, akkor is max. Egy óra, úgyhogy elhordtak mindent és tiszta az árok. A polgármester kimegy és azt mondja, hogy emberek, nekem nehogy megcsináljátok most rögtön azonnal az 500 métert, mert akkor holnaptól nem tudok nektek munkát adni. 19 ember napi 100 méteren tököl egész nap, hogy hétfőtől péntekig kitartson a munkája, és ami szombat vasárnap belegyűlik megint szemét, amit beledobálnak, hogy az eső belemos, azt hétfőtől péntekig megint napi 100 méterenként csinálják. És a belügyminisztérium erre azt mondja, hogy hát a közfoglalkoztatást, azt megnéztük az előző évi statisztikai adatokat, és hogy hatékony volt. Miben? És hogy értékteremtő, de mit? Én nekem két kérdésem van, az egyik, hogy én szeretném egy kicsit hallani, hogy neked mi a személyes tapasztalatod, tehát te hogy kerültél a közmunkába, miket csinálsz, hogy tetszik, tehát hogy egy kicsit ilyen személyes történet, és a másik, hogy mesélsz egy kicsit a csoportotokról, hogy mit csináltok, miért küzdötök. Nekem a személyes történetem az, hogy 2009-ben én tavasszal elmentem egy étterembe dolgozni éttermi mosogatóként. Most ez egy újonnan nyíló étterem volt. Hát ugye a kedves főnökünk az sajnálta a reklámot, hogy reklámozza az éttermet, tehát ez a Mammut 2-ben volt a Sphinx étterem történetesen. Na most ugye a reklám hiányában ugye hogy nem volt megfelelő mennyiségű vendégünk, így az étteremnek nem volt bevétele. 6 hónap után a főnök rájött, hogy már a saját bankszámlájáról, a saját zsebéből hozza be a dolgozóknak a fizetését, bezárta az éttermet. Hát ugye jó, elmentem munkaügyi központ, beregisztrálok, stb. Hát ugye úgy nem volt egy éves munkaviszonyom, így nem járt a munkanélküli járadék, mert ugye csak 6 hónapot dolgoztam bejelentett munkaviszonyban. Így egyből kiraktak erre az akkor még 28.500 forintos aktív korú segélyre. De azt csak egy másfél hónapig élvezhettem, mert utána jött a levél, hogy mehetek a Feszofihoz közmunkára. Ez a Ferencvárosi Szociális Foglalkoztató és Ellátó kiemelten közhasznú non-profit KFT. Ez a Ferenc... Igen, hát ez... Igen, tehát szóval ez ilyen hosszú, hogyha így most rendesen kibontom. Na a lényeg az, hogy a 9. kerületből a közfoglalkoztató cég, amit az önkormányzat működtet, és a lényeg az, hogy akkor, még 2009-ben, amikor oda kerültem, megkaptuk a minimálbért, és kaptunk kétkezési utalványt. Ahogy 2010-ben jöttek az országgyűlési választások, Fidesz 2010. októberében lezárta a közmunkatevékenységet, közel fél évig nem volt egyetlen egy közmunkás az országban, mert 2011. február 10-valahányadikára született meg az a rendelet, hogy lecsökkentik a közmunkásoknak a bérét 47.000 forintra, és nagyon minimális mennyiségű 8 órást foglalkoztatni, mert előnyére részesítik a 4 és 6 órás foglalkoztatottakat,
aki 6 órában kapott 32.000 forintot, vagy 4 órára kapott 29.000 forintot. Na, hát ugye azóta, hogy ezt észrevettük, hogy közben már egyszer felemelték 49.400-ra, most 50.600, tehát szóval ez így tapasztalataim szerint ez semmire nem elég, se akkor, sem most. De ugye az árak azért, meg az infláció sokkal magasabb, mint amennyit emelnek a bérünkön. És hát ugye, hogy ezzel nekem, mik a tapasztalataim, hogy hogy tetszik? Na, hát egyáltalán megmondom, hogy a közfoglalkoztatás az nem tetszik, mert amikor én azt láttam egy Ferencváros újságban, ott vigyorog rám az igazgató, a Hoffmann Imre, Comba Sándor, meg a Dr. Vas Imre és a Tarvos, meg a bácskai polgármester úrnak a társaságába, hogy a Feszofe az milyen jó közfoglalkoztató cég, mert most nyitottak két új munkahelyet, meg az országos szinten a legnagyobb hajléktalanokat foglalkoztató közszolgáltató cég. És ugye, hogy milyen jó munkahely, mert ugye most nyitották meg a brikettező üzemet, meg a fólia srácot, hogy most már nem külső kertészetbe kell neveltetni, meg teleltetni a virágpalántákat, amit tavasszal visszaültetünk. Ott van a legnagyobb jogsértés. Köteleznek a bankkártyás kifizetésre, volt a 2012. január 1-i rendelet kimondja azt, hogy a dolgozó választja meg a fizetését, hogy bankszámlára vagy készpénzbe kéri. Főleg az olyan munkátoktól, mint a Feszofe, hogy van saját házi pénztár, a pénztárosa, ott kötelező a készpénzes kifizetés. Azon kívül. Ugye az utca seprés az arról szól, hogy épületfaltól járda szegélyig. Már az utastra kocsik közé ki sem mehetek, mert már eleve kressz szabállyal ellentétes. Ugye ott már forgalomtól elzárt területet kéne kordonnal elkerítve létrehoznom, hogy én ott ki akarok menni takarítani. Köteleznek el, hogy ki kell mennem az útlásra a kocsik mellett, ahol a többi autó közlekedik a főútvonalon, és még a kocsi alá be kell hajolnom, és onnan is ki kell szednem a szemetet, mert ha nem, akkor lehúzzák a napomat. Hogyha ezt háromszor eljátszom, akkor már negyedikre kirúgnak, és onnantól kezdve 15 hónapig nem kapok semmit. A másik az, hogy a naplehúzás. Sem a munkatörvénykönyve, sem pedig semmilyen más egyéb törvény nem teszi lehetővé azt, hogyha én ledolgozom a munkaidőmet, végig csinálom délután 14:30-ig, ugye 14:30-kor leadjuk a szerszámot, mert mire bevonulunk, meg aláírjuk a jelenlétívet pont 3 óra, hogy délután 14:30-kor csak itt szépen piros tollal áthúzzák az aznapi munkaidőmet, és beírják, hogy távollét igazolás nélkül. És ez csak háromszor megvan, onnantól kezdve az ember ki van rúgva, onnantól kezdve 15 hónapig a 22.800 forint rúgott. És semmilyen más egyéb ellátás. 15 hónap alatt az ember szerintem annyiszor éhen hal, hogy annyiszor újra se tudna születni. Tehát így személyes sztoriként ez. Hát azon kívül, hát ugye, hogy nekem eredeti szakmám az mozigépész. Meg voltam filmlaboratóriumi minőségellenőr, de hát ugye ez még a celluloid filmek korában volt, ugye most már a digitális technikával nem kellek sehová. Ugye ott most már nem kell az a hülye, aki lehúzott a szakmába 10 évet, legfeljebb egy ilyen számítástechnikai tanfolyamon átképezzük. Hát dehogy is, hát most már a pláza moziknak a túlnyomó részét, ahogy elnézem, ilyen nyári szünetes, meg évfalasztó diákokat fölvesznek, aki már ismeri a számítástechnikát, hogy azok tökéletesen megfelel, és akkor nem kell főállású bejelentett munkaviszonyú dolgozókat alkalmazni, mert így olcsóbb munkaerő. Tehát szóval sajnos hiába van két szakmám, nem érek vele semmit. És marad a közfoglalkoztatás, és ugye a másik az, hogy a közfoglalkoztatásnak az a másik átka, hogy közben elvárják azt, hogy az ember keressen magának munkahelyet. Mert ugye a belügyminisztériumban azt mondják, hogy mi bele vagyunk kényelmesedve a közmunkába. Nem hiszem, mert szívesen cserélnék a belügyminiszter úrral, hogy húzza helyettem a kukát, és söprögesse a boráros tettől Kálnyi pedig a Lónyai utcát, és akkor meglátjuk, hogy mennyire van bele kényelmesedve. Na, a lényeg az, hogy ugye reggel 7-től délután 3-ig dolgozok. A munkahelyi központ mikor van nyitva? 9:30-tól 3-ig. 3 óra után hogy tudok bemenni hozzájuk mondjuk egy állásajánlatot? Kérd, hogy megnézd azt, hogy egyáltalán milyen állásajánlat van, és hogy ugye most már van náluk ilyen ingyen lehetőség délután 2-től 4-ig, hogy ott e-mailben lehet állást keresni, meg segítenek az önéletrajzírásban, meg annak a kinyomtatásába. De 3 órakor már az ember hova megy? De
keressen munkáját. Most, hogyha én elkezdem járni az utcát, hogy esetleg csak éttermi mosogató járást keresnék, hogy melyik éttermeknél van kirakva. Holnap reggelig járhatnék, vagy találok, vagy nem, vagy ha találok, és akkor azt mondják, hogy bocs, ne haragudj, de betelt, csak elfelejtettük bevenni a cédulát. Magyarul nincs kiút belőle. Itt a képzések lennének az, meg az, hogy amit mondtam, hogy olyan cégeket be kéne vonni, akiknél van az esélyem az embernek arra, hogy nem egy szociális foglalkoztató cég, vagy egy önkormányzati cég, ahol tudom azt, hogy lejár a szerződésem, utána megint mehetek az utcára, mert nincs munkám. Hanem az, hogy ahol, tudom azt, hogy van egy esélyem, hogy más embereket megismerek, más emberekkel dolgozok együtt. És ha a főnököm meg van elégedve a munkámmal, akkor azt mondja, hogy te fia, szükségem van a munkádra, akkor gyere, maradj itt dolgozni főállásba. De ráadásul nem beszélve arról, hogy ez az egész közfoglalkoztatás szervezés az országnak olyan 100 milliárdos vagyonokat emészt fel, hát csak a mostani, hát ha jól kiszámolom, 310 milliárd forintnál tartozom a közfoglalkoztatással. Mert ugye márciusban már meg volt 180 milliárd forint a nyári közfoglalkoztatás indítására, aminek május 1-től kellett volna indulni. De érdekes módon április 9-ére, amikor még tartott a téli közfoglalkoztatás, a 180 milliárd forintból eltűnt 90 milliárd. És nem tudták megmondani, hogy hova. Utána gyorsan valahonnan megint előkapartak 90 milliárdot, tehát még el sem indult a nyári közmunkaprogram, de már 270 milliárd forintnál tartottunk. És most még hozzácsaptak 40 milliárdot, mert hogy most a 146 ezer dolgozó mellé még 40 ezer dolgozót be akarnak vonni a közmunkaprogramba december 30-áig bezárólag. Most ezeket az elmúlt 24 évben ilyen több száz milliárdokat, hogyha összeszámoljuk. Ugye már annak idején az Antal Józsiék is elkezdték ezt a közmunkaprogramot, csak más kitételekkel, mint most, meg nem volt ilyen szigorú és megalázó. Ha azokat mind munkahelyteremtésre fordították volna, akkor most szerintem sokkal kevesebb munkanélkül lenne az országban. És akkor a másik, hogy még mondok egy nagyon érdekes politikai ellentmondást. Belügyminisztérium közfoglalkoztatás helyettes államtitkára, dr. Hoffmann Imre, bukott tűzoltó százados. Elmondja, hogy azért ilyen alacsony a közfoglalkoztatási minimálbér, hogy az ösztönző legyen arra, hogy visszatérjünk az elsődleges munkaerőpiacra. Két hónappal később a Nemzetgazdasági Minisztériumnak a foglalkoztatási felelős államtitkára, Comba Sándor elmondja, hogy emberek azért van szükség a közfoglalkoztatásra, mert az elsődleges munkaerőpiac nem tud munkát adni. Akkor mire ösztönöz a fizetésem? Igen. Végülis a lényeg az, hogy a csoportunk ugye annak idején a 2012. szeptemberében a Magyar Szegénység Ellenes Hálózatnak a támogatásával és az ő kezdeményezésére jött létre. Végül is mi vagy egy ilyen alulról fölfelé szerveződő csoport vagyunk, tehát minden tagunk ugye érintett valamilyen más budapesti kerületben lévő közmunkás. Ugye vannak közös problémák, ami minden munkahelyen előfordul, de vannak olyanok, ami az egyik helyen van probléma, a másik helyen nem probléma. Tehát úgy éveken keresztül, ugye egyben az elmúlt két évben összegyűjtöttük a problémákat, ezekre stratégiát építettünk fel, hogy milyen döntéshozókat kéne megkeresni, akiknek ezekhez szakpolitikai javaslatokat tudnánk benyújtani, tárgyalóasztalhoz ülni velük. Ez sokáig nem volt sikeres, de most már ilyen munkáltató szinten működnek a dolgok, hogy most már közfoglalkoztató cégeknek a vezetőivel le tudunk ülni tárgyalni, még a polgármesteri székig nem jutottunk el. De a lényeg az, hogy tehát szóval mi egy a közmunkások érdekeit védő csoportként jöttünk létre, de úgy indultunk, hogy először csak budapesti közmunkások. Csak aztán, hogy tavaly áprilisban elindítottuk a Facebook és a blog oldalunkat, utána, hogy vidéki közmunkások is valahogy ránk találtak, és ugye jöttek a vidéki problémák, hogy például a Nemzeti Kulturális Minisztérium szervezésében végzett közfoglalkoztatásba valakit vidéken beraktak egy könyvtárba, könyvtárosként, napi 8 órában közmunkás fizetésért. Hát ugye ez még odáig hát ugye érthető, mert olyan végzettsége volt, neki szerencséje volt, hogy könyvtáros is lett.
De viszont a bérkifizetésekkel probléma volt, hogy például januári fizetését márciusban kapta meg. Tehát mindig ilyen két hónapos csúszásra kapták a fizetést. És megkérdeztük tőle e-mailbe, hogy hát akkor ne haragudjon már, kedves hölgyem, de akkor most ez egyedül magát érinti, vagy annak többen is. Azt mondja, még rajtam kívül 8 embert érint. Ez a 8 ember, ez még vállalná azt, hogy akkor magával együtt, hogy megéri a problémáit? Igen, jó. Jogászokhoz átküldtük e-mailbe, azok már mindjárt fölhívták az igazgatót, hogy megküldték nekik még mellette e-mailbe is a jogi felszólítást. Érdekes módon mindenkinek ki volt fizetve a fizetése 24 órán belül, az összes csúszás. A másik, hogy ugye a Budapest esélynél, a 8. kerületben ugye hajléktalan embereket érintő téma. Utcán dolgozó közfoglalkoztatott, aki utcát söpör, megkapja 5-ig a fizetését, ahogy az a szerződés bele van írva. De viszont, aki ugye ebbe a megalázó alapkompetencia képzésbe vett részt, az csak 10-én kapott fizetést. Holott a szerződése 5-ét írt, hogy neki is 5-én jár a fizetése. Na most ugye a Budapest esélynél is dolgoztak hajléktalanok, meg voltak hajléktalanok is beiskolázva ebbe a megalázó képzésbe. Na most ugye az történt, hogy 28 ember, aki késve kapta meg és fizetős szállón lakott, közölték le, hogy apukám 5-én délelőtt 11 óráig, hogyha nincs a kezedben a számla, hogy kifizetted a szállódíjat, akkor már ma este nem alszol itt. És csak 10-én kapott fizetést, és ezt a szállónak a vezetője nem tolerálja, mert neki papír szerint 5-én van megadva, hogy a illetőnek a szerződésébe az a. Érdekes módon elhívtuk egy kerekasztal beszélgetés a Budapest esélynek az igazgatóját, a Külisi Károlyt, meg elhívtuk ezt a 28 érintett embert. Szembesüljenek már egymással, hogy most miről van szó. Kiderült, hogy nem is a közfoglalkoztató cégnek az igazgatója, mint a Pirisi Károly volt a hibás, hanem volt egy olyan ellentmondásos kormányrendelet, hogy ugye a munkáltató kötelezve van arra, hogy 5-ig fizesse ki a dolgozót. De viszont, aki képzésbe vett részt és nem közterületen dolgozott, ott ugye a tanárról összeszedték a jelenlétívet minden hónap utolsó napján, de azt még előtte el kellett küldeni a munkaügyi központba elszámolásra, engedélyeztetésre, és csak utána küldték meg a cégnek, mint a Pirisi Károlynak, hogy számolja a fizetést. De viszont a munkaügyi központnak meg 5-ig volt a munkalapoknak, a jelenlétíveknek a leadási határideje. Tehát a munkaügyi központ az 31-től 5-ig ült a papíron, és 5-én reggel 8 órakor átküldte 700 embernek a jelenlétívét. Na most reggel 8 órakor 5-én az utolsó pillanatban megkapod a jelenlétívet, 700 emberét, azt te délutánig nem tudsz 700 embert elszámolni, még akkor is, hogyha 5-en dolgoznak rajta, akkor se. És akkor úgy ott sikerült megállapodni abba, hogy akkor annyit tudunk neki segíteni, hogy megkeressük az iskoláknak a tanárait, hogy jó, rendben van, ők küldjék el az eredeti jelenlétéveket a munkaügyi központnak, de viszont ugyanakkor szkenneljék be, és e-mailbe szépen küldjék át a Pirisinek még 31-en, hogy 5-ig el tudja őket számolni. És így sikerült elszámoltatni minden hónap 5-ére a dolgozókat. Most a következő lépésünk, ugye ez a utcaseprésbe, hogy ki van küldve az ember az úttestre a kocsik közé, ugye ami a Kresszel ellentétes, ugye, tehát szóval az, hogy én kimegyek a kocsi mellett, sétálgatok a kukával meg a szedőlapáttal, és akkor szedegetem a kocsi alatt és a szemetet, ugye ez eleve egy élet- és baleset veszélyes dolog, meg törvényes is, mert ugye ez a, már a munkavédelmi törvénnyel meg a Kressz szabállyal is ellentétes, most éppen ezért a 7. kerületi foglalkoztató cégnél van ez a súlyos probléma, meg a 9. kerületben. Most ennek a két cégnek az igazgatóját fogjuk jogi úton macerálni, hogy ezeket a törvénysért magatartásokat szüntessék be. Csak valami eszembe jutott arról, amit a Márti mondott, és szerintem ez iszonyú fontos felvetés, amit te mondtál, hogy az a helyzet, hogy az, aki olyan fiatal, fehérbőrű és érettségizett, mint te vagy, hogy ők kapják azokat a munkákat, hogy óvodában lehet gyerekekkel dolgozni, meg ilyen jobb helyeken dolgozni, egyébként szintén vállalhatatlan összegekért.
És hogy ez ugyanúgy rendszer probléma, mint az összes többi, tehát hogy ez nyilvánvalóan nem a te hibád, hanem ez annak a rendszernek a hibája, ami lehetővé teszi azt, hogy egy polgármester vagy valamilyen intézményvezető válogasson az emberek között, és nyilvánvalóan az ilyen helyzetekből mindig a legkiszolgáltatottabb emberek fogják a rövidebbet húzni, tehát hogy mindig ők lesznek azok, akik nem fognak munkát kapni egyáltalán, vagy pedig csak a legrosszabb munkákat fogják megkapni. Válaszolhatok erre? Na csak annyi, hogy a három emberrel dolgoztam együtt ugyanígy közfoglalkoztatásból, ebből kettő roma volt, és az egyiknek csak 4 általánosa volt az idősebbiknek. Úgyhogy ez nem volt egy ilyen szűrés, hogy nekem most van egy érettségim, meg fehér bőrű vagyok. Ugyanúgy kezeltek minket ott. Legalábbis Kispesten nem hát volt ott, ebből igen, probléma. Igen, ezzel ez a baj, hogy rendszer szinten kódol van a lehetősége annak, hogy a legkiszolgáltatottabb emberek még kiszolgáltatottabbá váljanak, és ez nagyon-nagyon rossz. A választások után nagyon sok olyan hogy felmerült így a vidéki szavazókkal kapcsolatban, hogy nagyon sok közmunkás van vidéken, aki, ahogy elmondtad, méltatlan körülmények között dolgozik, de mégis azt mondják, hogy ez is jobb, mint a semmi. És hogy te, mint aktivista, hogy gondolod, hogy lehet ezeket az embereket így aktivizmusra késztetni, vagy meggyőzni őket arról, hogy ez egy nem jó rendszer? Mi most ebben kampányolunk a Facebook meg a blog oldalunkon, mert most vannak ilyen tájékoztató jellegű anyagaink, hogy a közmunkásoknak, meg nem csak a közmunkásoknak, hanem magában a körülöttünk élő és minket lennéző egyelőre még civil társadalomnak is kinyilvánítsuk azt, hogy most független attól, hogy neki ez a 22.800 forinthoz képest ez az 50.000 forintos fizetés egy vagyonnak számít. Csak az a baj, hogy ezek a vidéki emberek azt hiszik, hogy Budapesten is mindenki ennyiből él, és hogy kurva jól meg lehet élni belőle. Tehát most erre próbáljuk felnyitni az ő szemüket, hogy ezért a munkáért, amíg más munkahelyen, ugyanezért a munkáért egy másik ember kap 95.000 forintot, amit ő 50.000 forintért csinál, sőt, vannak olyan cégek, ahol ugyanezért a munkáért 130.000 forint plusz étkezési utalvány jár, hogy legyen már tisztában azzal, hogy őt ezzel mennyire megalázzák magába a fizetése, és meg hogy azokkal a feltételekkel, amiket megszabnak neki, ugye a lakókörnyezet tisztántartása, a gyerekiskolába járatása, mert hogyha az 50 óránál többet hiányzik a gyerek az iskolából, akkor ugye nem elég, hogy megvonják a gyerek után a családi pótlékot, de még az illetőt kizárják a közfoglalkoztatásból is. Tehát akkor a gyereknek a családi pótléka is oda van, tehát itt már duplán van büntetve szegény közmunkás. Tehát erre kéne, hogy felnyissuk az ő szemüket, hogy ember, te most örülsz annak az 50.000 forintnak, de közben ugyanakkor úgy van veled cseszve, hogy észre se veszed.